Jó estét kívánok, kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója február 7-én pénteken. Megölte két gyermekét, majd magával is végzett egy apa tatabányán. Befejeződtek a munkálatok a Baros Gábor út Veselényi utca kereszteződésében, és rangos elismerést nyert a Győrben gyártott Audi Q3. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Viharkárok. Az elmúlt napok szeles időjárása sok helyen okozott gondot. Élményleltár. Értékelte az előző évet a Xantusz János állatkert. Bajnokok ligája. A román bajnok Vülcseá otthonába utazik a Győri Audieto KC. Napos idő. A hétvégére enyhül a szél és derült idő várható 10 fok közeli csukcsokkal. A biztosítókhoz is rengeteg bejelentés érkezett viharkárok miatt. A hét közepén több nap is viharos szél volt Győrben és környékén. Emiatt kedden és szerdán több mint 120 esetben riasztották a tűzoltókat a megyében. Útra dőlt forgalmi akadályt okozó fákhoz lehasadt faágakhoz, de épületekről lógó cserepek, leszakadt közlekedési lámpák miatt is hívták őket. Az egyik győri biztosító tájékoztatása szerint Győrmoson Sopron megyéből 211 kárbejelentés érkezett, főként a megyeszékhelyről. Tetőfedéssel, kéményledőléssel és rolókárosodással kapcsolatos bejelentések érkeztek a biztosítók felé. Az átlag kár 47 ezer forint. A hét közepén még pusztított a szélgyőrben, sok munkát adva a tűzoltóknak, Fehér Balázs, meteorológus híradónknak elmondta, jövő héten változékony napos és felhős idő is várható, kedre viszont fel kell készülni, mert hasonló erősségű szél érkezik, mint amilyen a napokban megroppantotta az ágakat, elfújta a táblákat és a földre vitte a jelzőlámpákat két-három nappal ezelőtt még így pusztított a szél Győrben. Szerda délután három óráig mintegy száz esetben riasztották a Győrmoson Sopron megye hivatásos tűzoltóit a viharral kapcsolatos káreseményekhez. Leggyakrabban egy-egy lehasadt faákhoz érkeztek a szakemberek, de Győrszemerén például a viharos szél a cserépfedést is megbontotta. A hivatásos tűzoltók mellett az önkéntes tűzoltók is nagy segítséget jelentenek, hiszen a kollégáink káresetről káreset helyszínére vonulnak, kidőlt fák, illetve letört faágak okoznak leginkább problémát, személyis sérülés nem történt megyénkben, viszont néhány autó sajnos áldozatául esett a letört faágaknak, illetve redőnyök szakadtak le, villanyvezetékek szakadtak le a szélnyomán. Most a ramária voltak az időjárási körülmények. Ma 6 Celsius fokot mérhettünk a győri belvárosban, és a nap is kisütött. Az óriás kerék is újra életre kelt. Szerkezetileg egyébként úgy lett megépítve, hogy képes állva maradni még a legszelesebb tengerparti településeken is, így mint egy 200 km per óra erős széllökéstől sem borulna fel. Elővigyázatosságból azért 50 km per óránál magasabb szélben nem üzemeltetik a forgó szerkezetet, ahogyan az a héten már tapasztalható volt. Kíváncsiak voltunk, milyen időjárás várható a következő héten mostani héttel ellentétben nem éjszaki, hanem először délies irányú lesz a szél. Ez a már hétfőn a hajnali órákban viharossá fog fokozódni a kis Ez azt jelenti, hogy 70-80 km per órás széllökések lesznek. És ha mivel délies szél lesz, ez meleget fog hozni. Utána a következő napokban az átfordulóan nyugatias és éjszak-nyugatias irányba egymást váltják az időjárási frontok, kedden már inkább hidegfront lesz ezzel általában erősebb szél is szokott lenni, úgyhogy ekkor már 80-90 esetleg akár 100 km per órás széllökések is lehetnek. Változékony, napos és felhős idő várható tehát, kedre viszont fel kell készülni. Hasonló erőségű szél érkezik, mint amilyen a napokban megroppantotta az ágakat, elfújta a táblákat és a földre vitte a jelzőlámpákat. Befejeződtek a munkálatok a Baros Gábor út Veselényi utca kereszteződésében, így megszűnik az útlezárás. A buszjáratok február 10-én, hétfőn 10 órától Marcalváros és Ménfőcsanak felé újra eredeti útvonalokon közlekednek, a Baros Gábor út Szigeti Attila út megállóhely érintésével. Az építkezés miatti ideiglenes forgalmi terelés a 22-es, a 22A, 22B, 22Y és a 42-es buszjáratokat érintették. Tovább nőtt az influenzás megbetegedések száma a megyénkben is. Az ANTS Influenza Figyelő Szolgálat legfrissebb jelentése szerint az elmúlt héten 72%-kal nőtt a betegséggel orvoshoz fordulók száma. Pest megye után Győr moson megyében fordultak a legtöbben az influenza tüneteivel a házi orvosokhoz. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma 495 volt a megyében. Az influenza-szerű megbetegedések miatt egyébként a Győri Kórházban részleges látogatási tilalom van érvényben. Családi tragédia Tatabányán. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitánsághoz február 7-én fél 12 előtt nem sokkal veszekedésről érkezett bejelentés. A helyi rendőrök megjelentek a megadott Tatabányai címen, ahol megállapították, hogy a lakásban élő férfi megölte 9 és 7 éves gyermekét, majd önmagával is végzett. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitánysága a történtek pontos körülményeit büntető eljárás keretében vizsgálja. 22 tonna sört szállító kamion nyerges vontatója szakadt le Moson Magyaróváron pénteken reggel. A kamion pótkocsija a régi Vámház térnél félig a járdára esett. A jármű a Kossuth Lajos utca felől kanyarodott a fő utra. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg. A műszaki mentés idejéig félpályán haladhatott a forgalom, a kamion és a pótkocsi mentésén órákig dolgoztak a szakemberek. Januárban többek között magyar méhészek is tüntettek Brüsszelben a hamisított importmézek miatt. Most arra úgy tűnik az ügyel kapcsolatban van eredmény. Vajda László, a Kisalföldi Méhészek Egyesületének elnöke elmondta, Magyarország egy biztos pont méztermelés szempontjából. A szakember beszélt arról, hogy a magyar piacon jelenleg túltermelés van, és gondot jelent a külföldről behozott importméz. Továbbá felhívta a méhek fontosságát is a környezetre is. Januárban többek között a magyar méhészek is részt vettek egy brüsszeli tüntetésen, ugyanis rendkívül sok a hamisított importált méz. Most arra úgy tűnik, van eredmény az ügyel kapcsolatban. Az előző ciklusban a tanács már nem vette napirendbe, most viszont napirendre vette, és ők is mellénk álltak. Tehát most olyan az összetétel, hogy nagy többséggel megszavazták, hogy igenis lépni kell. Mert mi azt akarjuk elérni, hogy Hát úgy szoktuk ezt mondani, hogy újra nyissák az élelmiszerkönyvet, annak is a, a méz fejezetét. Vajda László, a Kisalföldi Méhészek Egyesületének elnöke kiemelte, Magyarország méztermelés szempontjából egy biztos pontot jelent. A szakember arról is beszélt, hogy jelenleg a magyar piacon túltermelés áll fenn, és gondot okoz a külföldről behozott méz is. Magyarországon örült nagy túltermelés van mézben, ez is a bajunk, mivel nem fogy el itthon, ezért nem tudjuk az árat befolyásolni, mármint a, 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 nagybani felvásárlási árat. A, olyan 25 ezer tonna terem átlagban egy évben, és abból 20 ezeret exportálunk az Unióba. Tehát olyan nagy túltermelés van, hogy, és olyan olcsó a felvásárlási ár, hogy nem tud labdába rúgni a külföldi méz. Vajda László arra is felhívta a figyelmet, hogy a méhek nagyon fontosak a környezet számára. A környezetünkben eltűntek az egyéb megporzó rovarok, és most már szinte csak a méhekre hárul a megporzás, már pedig azt tudjuk, hogy a gazdaság, a mezőgazdaság nagyon nagy százalékba függ a megporzástól. A méhek ugyan még telelnek, de a szakember szerint hamarosan kirepülnek, és megkezdődik a beporzás. Best Cars 2020 díjat nyert az Audi Q3 Sportback. Az automotorsport szaklap olvasói a kompakt terepjáró kategóriában szavazták meg az első helyet, a győrben készült autónak. Az Audi Q3-at 2019 nyarától gyártják győrben, az előző évben több mint 15 ezer jármű gördült le a gyártószalagról. A népszerű városi terepjáró világszerte mintegy 90 országba jutott már el. Összegezte a 2019-es évet a Győri Állatkert. A közzétett élményleltár elnevezésű kimutatásból kiderült, hogy a legsikeresebb évét zárta az intézmény. A tavalyi évben mintegy 190 ezer ember látogatott ki az állatkertbe, idén először pedig leltárba vették az elfogyasztott élelmiszereket is, így megtudhattuk, hogy hány kiló húst és zöldséget fogyasztottak el az állatkert lakói. Élményleltár a Győri Állatkertben. Az intézmény közzétette a 2019-es év legfontosabb adatait. Elmondták, minden év végén készítenek egy leltárt, de a tavalyi évről most egy bővebb, részletesebb kimutatás is készült. Így derült ki, hogy a legsikeresebb év van az állatkert háta mögött. Mivel tavaly a legsikeresebb évet zártuk, ezért kicsit kibővítettük ezt a lehetet, és el is neveztük élménylátárnak. Ami ugye nem csak azt tartalmazza, hogy hány látogató látogatott meg minket, ami ugye a évben rekord volt, tehát több mint 190 ezeren látogatták az állatkertet, hanem megnéztük, hogy hány napot tartottunk, hány gyerek csendült fel itt az állatkerti zótáborban, mennyit a karmányt fogyasztottak el az állatkert látogatói, és minden tételen így végigmentünk. A részletes kimutatás szerint a tavaly évben rekordszámú volt a látogatók száma az állatkertben, mintegy 190 ezer fő nézte meg a 144 állatfaj, 1316 egyedét a parkban. A legtöbb érdeklődő a különböző programokra érkezett, akár a húsvéti hétvégén, vagy éppen május elsején, de az ótáborban is teltház volt. Ez pedig már az állatkert konyhája. Komoly munka folyik itt, hiszen ebben az épületben történik az állatok eledelének az előkészítése és a feldolgozása. Az állatkert több lakójának is komoly receptúra szerint kell elkészíteni a mindennapi ételeit. A legkülönfélébb élelmiszerek találhatók meg itt, a húsokon át a zöldségekig. Közel százféle alapanyaggal dolgozunk, egészen a zappehelytől a marha szíven keresztül a diszkukacig, és ugye itt kerül előállításra az állatkert lakóinak takarmánya. Ebből a helységből viszik a gondozók az összekészített ételt az állatkert lakóinak. Híradónk ott járt a és a tapírok kaptak az eleségből. Ők különféle zöldségeket és gyümölcsöket ehettek uzsonnára. A közzétett leltár legizgalmasabb pontjai egyébként az elfogyasztott ételek voltak, az állatkert külön pontokba szedte, hogy a különböző élelmiszerekből mennyi fogyott el a tavalyi esztendőben. 23.700 kg szemes takarmányt fogyasztottak el az állatkert lakói, 2200 darab szalma és szénabellát, több mint 60.000 kg zöldséget és gyümölcsöt, 18.200 darab tojást fogyasztottak el a lakók, illetve több mint 10.000 kg hús fogyott el nálunk. A sikeres évet követően idén is sok újdonság lesz majd a győri állatkertben, a már évről évre megszokott programok mellett többek között átadják majd az emberszabásúak házát, így a látogatók újra találkozhatnak a csimpázokkal is. A Völcsába utazik a Győri Audietokácia hétvégén. A jelenleg három győzelemmel álló román bajnok a középdöntő harmadik fordulójában fogadja Dani Gábor együttesét. A Budusznoszt elleni győztes mérkőzés után a jelenleg jó formában lévő zöldfehérek irányítóját Szténe Oftedált kérdeztük a következő találkozóról. A román bajnok Vőcse otthonába utazik a Győri Audiató KC csapata. Danyi Gábor együttesét a jelenleg három győzelemmel álló havasföldi együttes fogadja a bajnokok ligája közép döntő harmadik fordulójában. A Montenegrói Buducsnoszt legyőzése után a jelenleg jó formában lévő zöldfehérek irányítója Stine Oftedal beszél az előttük álló mérkőzésről. Izgatottan uh, várom a találkozót, ugyan még nem játszottam a völcsse ellen, de egy erős együttesről van szó, harcos, kemény mérkőzésre számítok ellenük. Fontos két pontot jelentene ez a találkozó Donyi Gáborék számára, ugyanis így az Eto továbbra is megőrizné veretlenségét a középdöntő harmadik fordulójában. Ez egy fontos mérkőzés lesz számunkra. Azt gondolom, ha összeáll a védekezés, akkor az lehet a kulcs. Ügyes játékosokból áll a vülcse a együttese, rendkívül gyorsak és kreatívak. Bízom a csapatban, és remélem győzelemmel térünk haza. A mérkőzést a román városban, Vülcsiában szombaton magyar idő szerint 15 órától tartják. A találkozót a sport egy közvetíti. Viharkárok. Az elmúlt napok szeles időjárása sok helyen okozott gondot. Élményleltár. Értékelte az előző évet a Xantusz János állatkert. Bajnokok ligája. A román bajnok Vülcseá otthonába utazik a Győri Audietó KC. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a hétvégén és a jövő hét elején. Párás-fagypont körüli hőmérsékletre ébredhetünk szombaton reggel. A hajnali kötfoltok és a párás időjárást aztán napközben a napsütés váltja majd fel. Délután egy hét fokot mérhetünk, a napos időt csak néhol zavarhatják felhők, élénk lesz a déli délkeleti szél. Este aztán derült idő mellett 2-0 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd. A napsütésé lesz a főszerep vasárnap. A derült időt legfeljebb egy-egy fátyol felhő zavarhatja meg. A fagyos reggelt követően délután 4-11 fokot mérhetünk majd, élénk déli szél mellett. A jövő hét eleje változékony időjárást hoz, akár zivatarok kialakulásával is. A hét elején megélinkül, olykor viharossá válik a légmozgás, hétfőn 6-15, kedden 6 és 13 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek majd. Kedves nézőink, önök az Oxigén Televízió műsorát látták február 7-én pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tudósításainkat megtalálják a www.győrihírek.hu oldalon. Friss híradóval pedig legközelebb hétfőn este 7 órától várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, szép hétvégét és jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!